Na, sziasztok! Megindult a kolbászfüstölés. Csináltunk egy pár szál kolbászt. Most raktam be őket. Most pihentetjük holnapig, és majd holnap kezdjük el a füstölést. Most a szellőztetést fogjuk beindítani, ott a ventilátor. Gyakorlatilag, ha minden igaz, ezzel a spotméterrel tudom szabályozni, hogy milyen gyorsan menjen a ventilátor. Egész lassan. Egész lassan, egy kicsit gyorsabban, hogy kolbászokat átszellőztessük. Kimenetel. Gyakorlatilag holnap itt pihennek a füstölőbe, és holnap alá gyújtunk a füstgenerátorral, aminek új tetőt csináltam. Egy normális, szép tetőt csináltam neki, ezután nem fogja kifújni itt a füstöt. Mert ugye ebben nyomás van, ahogy itt bejön a levegő, ez nyomás alatt van az egész tartály. Ha nem zár a tető, akkor itt szivárog a füst. De így csak az összes füst itt fog kijönni. Úgyhogy minden oké, ezt tegnap megcsináltam. Vasárnap van, ma nem lehet zörögni, ezért gyorsan tegnap megcsináltam még ezt hozzá. Bár itt az új, egy kicsit nagyobb kaliberű lesz, ez 10x10 centis. Ez csak 8x8-as. Ez 10x10-es, ez gyakorlatilag egyszer megtöltöm, ez este beindítom, ez holnap délig füstöl egyfolytába. Úgyhogy ez ennyivel nagyobb lesz. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy most várunk majd a füstölésre. Most a ventilátor nagyon prímán szellőzteti a kolbászokat. Most rácsukjuk az ajtót. Gyakorlatilag. És a Jóska füstölője beindult. Na, sziasztok!